A Szigetköz legnagyobb halászléje, a hospice házat támogatták az ünnepi ebéddel. Családban marad, új kiállítás nyílt a Fehérló közösségi házban. Késsel intézte a nézeteltérést, önként jelentkezett a rendőrségen az elkövető. Köszöntöm Önöket, a Moson-Magyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Augusztus 20-án ismét ünnepi ebéddel, a Szigetköz legnagyobb halászlevével vártak mindenkit a Szent István napok keretein belül, immár 5. alkalommal. A halászlé osztásában idén is közreműködtek a Lions és a Rotary helyi képviselői, az ebédből befolyt összeget pedig ezúttal is jótékony célra ajánlották fel. Moson-Magyaróvár életében 5. alkalommal kínálták ünnepi ebéddel a nyári fesztivál résztvevőit augusztus 20-án, akik megkóstolhatták az idei szigetközi halászlét. Ebben az évben immár mintegy 2000 adag készült el egy óriási 860 literes kondérban. A halászlé történelmében először idén igazi szigetközi ételnek mondható, hiszen a kisbajcsi halgazdaság halaiból készült, melyet a helyi egyetemétterem szakácsai, Botló Zoltán, Nyírő Róbert és Szőke László készítettek, Gráfi Szabolcs vezetésével. Amit a halászlé tudni kell, hogy körülbelül 500 kg halból készült, a nagybajcsi halgazdaságból származik a hal, tehát már a hal is szigetközi, illetve elkészítve is szigetközbe lett, és a szigetközi emberek által, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez az első igazán szigetközi halászlé itt a Szent István napokon. Az adagok kiosztásában már a kezdetektől minden évben részt vesznek a Lions Club és a Rotary Club helyi képviselői is. Mindkét szervezet büszke és örömmel tölti el őket, hogy az augusztus 20-ai ebéd kiosztásában segíthetnek, és minden évben egy nemes cél mellé állhatnak. Az eseményen befolyt teljes összeggel pedig idén a hospice ház működését támogatják. Több éves hagyománya van ennek a halászlé főző és ingyenes halászléosztásnak. Az idén is becsatlakoztunk, ugyanúgy, mint a korábbi években ebbe a projektbe. Minden évben más-más támogatott van. Idén a hospice ház működési költségéhez kívánunk hozzájárulni az egyéb társadalmi szervekkel egyetemben. Nagy örömmel kapcsolódunk a rendezvényhez, és büszkeséggel a Rotaryval együtt. Úgy gondoljuk, hogy ez olyan nemes cél, minden évben olyan nemes célér jön létre, amit a természetesen Moson-Magyaróvár város önkormányzatának köszönünk, ami a város szociális életében kiemelkedő jelentőségű. Ha minden a tervek szerint halad, akkor az idei év végén megnyílhat az ország második hospice háza Moson-Magyaróváron. Az intézmény megvalósulását a Hospice Segítőkéz Alapítvány tűzte ki céljául, és eddig soha nem látott összefogás és segítség által jött létre. A hospice ház megnyitására remélhetőleg már nem kell sokat várni, ez a pénz pedig a működésében nyújt majd óriási segítséget. Nagyon nagyszerű érzés, én azt látom és láthatja mindenki, hogy folyamatos a mi támogatásunk, és győzöm kapkodni és a munkatársaimmal a fejünket, hogy megint nekünk fantasztikus nagy boldogság és öröm. A jó ebédhez természetesen idén sem maradhatott el a jó muzsika sem. A kiváló hangulatért Domokosné Ábrahám Szilvia és Nyerges József, a Győri Nóta Egyesület tagjai, valamint a nyári fesztivál rendszeres szereplői, Greznár Zoltán és Cigány zenekara voltak felelősek. A Szent István napok keretein belül új kiállítás nyílt a Fehérló közösségi házban. A családok évéhez kapcsolódóan ezúttal a Sóvágó család alkotásait mutatják be a közönségnek a tárlaton. Festmények, fotók és bőrdísznművek, mindezek egy kiállításon a Fehérló közösségi házban, ahol ezúttal a Sóvágó család mutatkozik be. A Családban maradt című tárlatot múlt hét szombaton a Szent István napok keretein belül nyitották meg. A tárlatot hivatalosan Nervetti Károly és Nervetti Károlyné Feketi Lídia, fotográfus házaspár nyitották meg. Nervetti Károly megnyitó beszédében elmondta, fontos, hogy a mű több legyen, mint egy emlékkép, legyen közlendője a néző felé, és olyan gondolatokat váltson ki, amit nem felejt el a közönség. Minden lehet értékes, és az ellentéte is.
hogy hogy ítéljük meg azokat a műveket, ami a falon van. Attól függően, hogy a néző adamosulni tud-e az alkotó törekvésével. Tetszik neki, vagy nem tetszik neki. A Sóvágó család Hajdúböszörményben él, de szoros családi kötelékek fűzik őket újrón a fői rokonaikhoz. Sóvágó Sándor festményekkel foglalkozik, fia ifjabb Sóvágó Sándor fő hobbija és tevékenysége a fotózás, míg lánya Kozma Anita bőrdíszműveket készít. Sóvágó Sándor először a fotózáshoz került közel, ebből alakult ki a hobbi festészet, kertészként pedig főként virágokat, csendéletet és tájképeket fest. Azt kell mondani, hogy az egész család ez a fajta hozzáállás, ez a fajta ténykedés, ez egy hobbi szinten indult gyakorlatilag. Igazából még mindig nem fő tevékenység, természetesen ez marad is. Én egy kertészvállalkozó vagyok, a fiam most végzett nemrégen kertészmérnökként, ha minden igaz, akkor folytatja a vállalkozásomat, a lányom pedig dolgozik a saját vállalkozásukba. Ifjabb Sóvágó Sándor életét a fényképezés végig kíséri, több mint egy évtizede foglalkozik fotózással, édesapjához hasonlóan pedig szintén főként a természet elvű témákat örökíti meg. A természet talán az inkább meg legjobban, már csak azért is, mert ilyen beállítottságúak vagyunk, ezt szerintem látszik a kiállítás anyagaiban is, hogy jó rész természeti környezetünkkel foglalkozik, apró részletekkel. Igazából úgy indul az ember, hogy van egy konkrét célja, akár a fotózásban, és mégsem ott fog kikötni, hanem az út, az odavezető úton fog találni valamit biztosan, ami megér egy nagyon jó képet. A Családok évéhez kapcsolódó Családban maradt című kiállítás egészen szeptember 10-éig látogatható a Fehérló közösségi házban. Korábbi nézeteltérést próbált rendezni késsel egy mosonmagyaróvári férfi szerdán. Haragosát több helyen is megsebesítette, olvasható a mosonvármegye.net oldalon. Egy helyi férfi tett bejelentést a rendőrségre szerdán arról, hogy Mosonmagyaróváron az egyik étterem előtt egy általa látásból ismert férfi késsel megsebesítette. Kórházi ellátása után a sértett a rendőröknek elmondta, hogy alkalmi ismerősen mindkét alkarját és oldalát korábbi nézeteltérésük miatt előzetes szóváltás után egy éles tárggyal megsebesítette, majd autóval a helyszínről távozott. A rendőrök rövid időn belül beazonosították az elkövetőt és megkezdték felkutatását. Erről a késelő 42 éves helyi férfi értesült és önként jelentkezett a Mosonmagyaróvári rendőrkapitányságon. A nyomozók H. Gábor mosonmagyaróvári lakost súlyos testi sértés büntet kísérletének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Az Áder János köztársasági elnök által adományozott Magyar Érdemrend középkereszt kitüntetést adta át dr. Nagy István agrárminiszter augusztus 20-a alkalmából dr. Tenk Antalnak, a mezőgazdasági tudományok területén végzett kimagasló színvonalú, több évtizedes kutatói-oktatói munkájáért, szerteágazó társadalmi és kulturális közéleti tevékenységéért. Szintén a nemzeti ünnep alkalmából vehette át dr. Porpáci Aladár a minisztertől az Életfa emlékplakett ezüst fokozata kitüntetést, a bogyós gyümölcsű fajok nemesítésében és a kertészeti oktatásban végzett kiváló munkájáért, kutatási eredményeiért, életműve elismeréseként. Zsinórban a 7. meccsét is megnyerte a Mosonmagyaróvári Kézilabda Klub ifjúsági csapata, amely így hibátlan teljesítménnyel nyerte meg a Jiskra Junior Handball Cupot. A tornán 6 cseh, 3 szlovák és 1 magyar csapat, az MKC vett részt. Balogh Sándor tanítványai 3 nap alatt 7 mérkőzést játszottak, és mindet magabiztosan meg is nyerték. Utolsó találkozójukon a szintén hibátlan mérleggel rendelkező Zlin volt az ellenfél, a tét pedig itt már a kupa győzelem volt. Az MKC-s lányok végül 22-13-ra győztek, és ezzel megnyerték a csehországi felkészülési tornát. Néhány mondatban az elkövetkezendő napok időjárásáról. Az előrejelzések szerint kedden és szerdán is száraz, napos, csapadékmentes időjárásra van kilátás.
Többfelé megélénkül a légmozgás, míg kedden 27, addig szerdán 29 fokot mérhetünk napközben Moson-Magyaróváron és környékén. Kedves nézőink, most válogatást nézhetnek meg archívumunkból, majd kedden 19 órától a Többiektől szép az élet című műsorunk legújabb részével várjuk Önöket, aminek vendége ezúttal Horvátné Pákozdi Emese, a Futura intézmény vezetője. Friss hírekkel legközelebb szerdán 19 órakor várjuk Önöket, viszontlátásra!